A kihívás napja 1982-ben indult el Kanadából, Magyarországon pedig 1991 óta vetélkednek a legsportosabb címek elnyeréséért. A rendezvény célja a sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzés. A 90-es években idehaza népszerű volt a versengés, amelyet ismét szeretnének a korábbi szintre emelni a szervezők. A pandémiás helyzet közben azért nagyon sok olyan élmény kimaradt az emberek életéből, akár sportélmény, akár közösségi élmény, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg kell, hogy legyen a mindennapokban. És a kihívás napját ezért is szeretnénk szorgalmazni, és ezért is gondoltuk azt, hogy minél több szervezethez, önkormányzathoz, civil szervezethez, munkahelyi közösséghez, civil közösséghez, vagy akár csak olyan közösségekhez, családokhoz, akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, eljuttatjuk ezt a hírt, és kérjük őket, hogy vegyenek részt ezen a kihívás napi rendezvényen, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly és egy nagyon kellemes közösségélmény nyújt azoknak, akik ebbe bekapcsolódnak, és ez a 15 perc mozgás egy-egy településen, egy-egy közösségben, én úgy gondolom, hogy sokat segít mind a mentális, mind az egészségügyi állapoton és a sporthoz való kötődésen is. A megyei közgyűlési elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nincsenek korlátok, bármilyen életkorban el lehet kezdeni a rendszeres sportolást. A sport területén is nagyon gazdag tartalmat tudunk hozzátenni az életünkhöz, gazdagítani tudjuk az életünket az a kihívással, amit a sportolás jelent, akár naponta 15 percet, vagy hát ezen a napon, ezen a jeles napon 15 percet. Ennél persze sokkal több is lehet, és remélem, hogy minél többen elkezdenek sportolni, bármikor is el lehet kezdeni, bármilyen életkorba, bármilyen élethelyzetű ember elkezdheti a mozgást, jobban figyelni magára, az egészségére, és ezáltal a kihívás ügyét szolgálni, megfelelni a kihívásnak. A rendezvényhez csatlakozik a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete is, amely érzékenyítő programokkal igyekszik segíteni a fogyatékkal élők integrációját. Két programmal készülünk, az egyik május 18-án szerdán a Bújtosi Parkban kondiparkot fogunk felfedezni látássérültekkel, és ott fogunk szabadtéren mozogni, illetve május 26-án a Közösségek Hete alkalmából, illetve a kihívás napján pedig a Múzeumfaluba, a Sóstói Múzeumfaluba várjuk a látássérülteket, illetve a látássérültek családtagjait, vagy mindazon embereket, akik szívesen mozognának látássérültekkel. A kihívás napjára május 20-áig lehet nevezni a rendezvény honlapján. Május 25-én, szerdán pedig 0 órától 21 óráig végezhetik a minimum negyedórás aktív testmozgásra programban résztvevők.